Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntök mindenkit az M3 Autóparkban, vagyunk itt pont a kereskedés közepén. Megálltottunk egy Hyundai i30-at, nagyon szép kis ötajtós darab, ezüst színű kocsi. A motorja 1.6-os CRDI 90 lovas, 6-os sebességes kíziváltó van hozzá, és a szerviz könyvében megtaláltunk és föllapoztunk, benne van, hogy a jármű az 2010 novemberben került forgalomba először. Az autón egy jó márkájú, decent márkájú alufelni szett van, én úgy láttam, hogy jó állapotú és szép, és nem csak az a szép, hanem a mögötte lévő tartalom, hiszen új féktárcsa és fékbetét van rajta elől, és hátul is elmondhatjuk róla, tehát teljes komplet fék lett cserélve az autón elől és hátul, ez biztos, hiszen látszódik, hogy új. Lehúztuk az üveget, mert jó meleg van most már, jó a klíma benne, hiszen van benne klíma, meg is fogjuk próbálni. A lámpatestek egybe vannak, szépek, projektoros kötfényszóró az első, lökhárító aljában, és a nyitott motorház tető alatt megtekinthetjük például itt az alvás számot, hanem a motorját nézzük meg, ugye CRDI dízelmotor, nagyon csendes, tényleg jól is megy, és tényleg egy alacsony fogyasztás a dízelmotor. Tökéletesen szép állapotot uralkodnak itt mindenhol, jó minőségű banner aksi van benne, és ilyen ellenőrzési kis emlékeztetőket itt látunk, ugye 13-nak fogyállóhoz, meg itt van egy olajcsere méghozzá, 2020. november 30-dik 147 ezres olajcsere, illetve mindenféle szűrők is vannak, ahogy látom, cserélve a Cetlin. Ezen a kellemes duruzsolásunk itt a motortérből. Megnézzük akkor az oldalakat, nincsen rajta semmiféle olyan szerintem ilyen sérülés, ami elvenné kedvét a kedves érdeklődőnek. Az ötödik ajtó, gázrugai rendben vannak, szépen fölnyílt a hátsó ajtó, a kalaptartó benne van, egészséges, tiszta a hátsó csomagtartó, nincs leverve, és alatta pedig mit látunk alatta? Alatta pedig egy pótkerék szettet látunk minden tartozékával együtt, és én úgy látom, hogy tökéletes, egészséges állapotú ez a hátsó fenéklemez. Nézzük meg akkor ezt a hátsó utasteret, majd elől, és utána kicsit karikázunk az autóval. Ugye a Hyundaiokban legtöbb, én azt hiszem, a B C-oszlopban légzsákokat fog találni a néző, és oldal légzsákot, meg ugye elő légzsákot látunk minden egy ilyen típusokban. Az autónknak vannak Isofix bekötőpontjai, és én úgy látom, hogy egy kellemes, egészséges, szép, tiszta szőnyegezése van neki, és az ülései is gyönyörűek, és van egy térkép tartónk. A hátsó ablakokat azt egy ilyen tekerentyűvel tudjuk lejjebb húzni. Az elsők ugye két kis gomb segítségével. Egy, kettő, szépek az ülései, íme itt a légzsákjelzés, és akkor beülünk ide, meg megnézegetjük, azt mondja, hogy van benne egy centrálzár, megnyomjuk, akkor becsukódik az ajtó, zár, ugye? Itt is látjuk a légzsákjelzéseket, én bekötöttem magamat, kicsit előrébb fogunk menni, hát ha kiengednek minket itt, és közben még megnézegetjük az autót is, mert hogy 151.702 itt az árnyékban, látjuk a pontos kilométeróra állást, kéziféket jól, hogyha kiengedném. Ugye van benne bordkompjútert, nézegethetjük ugye a fogyasztást, ami jó lesz, biztos vagyok benne. Ez a kis trip nevezettű gombot kell nyomkodnunk, és akkor változik ugye szembe a kis kék színű számok, illetve van egy kis okos műszer benne, mutatja, hogy én milyen sebességi fokozatba kéne, hogy kapcsoljak, akkor biztosan jó fogyasztási mutatóik lesznek ennek a vasnak. Szépen megy ezen a hepehúpás foltozott úton a kocsi. Ugye van benne ABS, aztán megvan a két eredeti gyári nyomógombos kulcsa, illetve van egy jó kis MP3-as lejátszó CD, ugye is van hozzá még AUX, USB,
iPod feliratot lent, és két darab 12 voltos csatlakozó van, az egyik az egy szivargyújtó, de teljesen originál a szivargyújtója, tehát nem volt használva soha ilyen gyújtogatásra, tehát nem dohányzós az autó, nyugodtan bizton állíthatom, és ugye itt az automata klíma, amit mindjárt le is csavarok szerintem, és akkor ki fogom próbálni. Előbb ugye hallgattam, hogy a kompresszor ugye bekapcsol, nem, és tényleg jó idő van, süt a nap szépen. Itt van mellettem az összes kollégám, Feri, Peti és Concerto. Persze vannak még többen, de kollégáim velem jöttek. A szervizkönyvében itt vannak a pontos bejegyzések. Visszamenőleg lehet lapozgatni, és meg lehet nézni ugye az autónak a karbantartását, mikor mit csináltak rajta. Ugye friss műszakival kínáljuk az autót, azaz 24. január 20-áig tartó műszakia van, és egy kicsit oda fogok lépni neki. Finoman, könnyedén veszi a sebességeket. Mutatta most is, hogy tegyen már ötödikbe, legyek szíves, akkor meg is tehetjük különben. Mutatja most azt, hogy 99 kilométer tudnánk elmenni még ezzel a kis üzemanyaggal, ami benne van. Már igen, látszik, hogy ugye nagyon keveset mutat, még nem világít a műszer, de ezzel még elmegyünk egy százast, ami benne van még ebbe a tartályba, gázolaj ugye, és akkor nézzük meg még, mit tudok mutatni. Azt mondja, hogy a gyári zenét akartam még kipróbálni. Alatott témájú videóverseny, hirdetnek. Videóverseny. Nagyon tisztán és szépen szól, a klíma pedig ugye senki nem érzi, de én érzem. Ebben egy nagyon jó jéghideg klíma van. Itt ugye digitálisan beállítottuk ezt a 18 fokot, nagyon kellemes hűvös levegőt fúj a ventilátor, és ugye biztos vagyok benne, hogy most már szükség lesz el nem sokára. Ugye hűthető a kesztyűtartó is, és kikapcsolható jobbra, ugye ezen jobboldali ülésnek ugye a légzsákja, tehát hogyha betesszük ide a srácokat egy gyerekülésbe, akkor be kell ugye ki kell kapcsolnunk ugye az a helyes két darab pohártartót találunk itt, és én úgy láttam, hogy ugye négy irányban állítható, nem? Két irányban állítható az autónak a bőr kormánya, amiben ugyanitt vannak ezek a rádió szabályzók. Önök a 90.9 jazz. Na hát akkor ezt hallgatjuk a jazzit. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, gyertek el hozzánk, nézegessétek meg ezt az autót. Most nézem, hogy menet stabilizátor is ugye van benne. Köszönöm szépen az érdeklődést. A viszontlátásra, sziasztok!